Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 28-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Itt ezen a felső képen a halál látható. Ez lehet egy örökösödési ügy, tehát én nem zárom ki ennek a lehetőségét, hogy egy haláleset van a környezetében, vagy a családban, vagy az ismerősök körében. De én inkább azt mondanám, hogy ennek a kártyának szimbolikus jelentése van, mégpedig azt közli velünk, hogy ő most lezár valamit. Vagy lezár egy párkapcsolatot, vagy egy munkahelyet, és keres egy új irányt, egy új lehetőséget. Persze azt is jelenti, hogy ő szeretné lezárni a múltat, a félelmeket, és most megtekintjük azt, hogy hogy érzi magát. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Neki most az az érzése, hogy mennyire fontos valamit lezárni, hogy legyen egy új kezdet. És ennél a képnél látható a tűz eleme, neki megvan most az ereje, megvan hozzá a bátorsága, hogy tényleg lépéseket tegyen, és legyen itt egy új kezdet. Ő kezébe veszi most a dolgokat. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek. Ezen a képen látható a fő papnő. Ez utalhat spirituális dolgokra. De azt is jelenti, hogy a sors utatok összefonódik, és ő ebben hisz, ő ebben megbízik. Mert ez a fő papnő őriz egy könyvet, a titkok könyvét, amit mi Akasa Króniknak nevezünk, és oda vannak a sors utak beírva, ugyanúgy, mint a csillagképekben is. Ez az ő hite. És ő hisz benned. Most megtekintjük a napi kártyát. Ez a kulcs arra utal, hogy ő biztos a dolgában, nagyon magabiztos. Ezzel a kulccsal le lehet ezt a kaput zárni. Ugyanúgy, mint ahogy az első kép is arra utal, ő most befejez valamit. Le akar valamit zárni az életében. Visszatérve erre a kulcsra, ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy új ajtót. Ezek lehetőségek. Itt lesz egy változás. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Te felhívnám a figyelmeteket a Valentin napi akcióra, ez még mindig megrendelhető, ebben benne van egy szerelmi jóslás és asztrológia, mert összehasonlítom kettőtök horoszkópját. A díjam 5000 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!